Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Konferencija u Pečuhu. 16. međunarodni znanstveni skup. Susret kultura uz gastronomiju, glazbu i ples. Zajednički program Njemaca, Hrvata i Roma u Njaradu. Posjet sveučilišta u Pečuhu. Predstavljanje katedre za hrvatski jezik i književnost. Natjecanje u kuhanju. Hrvati u Mađarskoj su se okupili u Semeju. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Katedra za hrvatski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizirali su 16. međunarodni kroatistički i znanstveni skup 14. i 15. listopada 2022. godine u Pečuhu u prostorijama zgrade Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu zajedno sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj te Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata svake druge godine organizira međunarodni kroatistički znanstveni skup na koji među domaćim kroatistima i slavistima pozvani su i predavači iz Srednje Europe iz balkanskih država. Znači, nalazimo se u akademiji, u zgradi akademije u Pečuhu. Radi se o 16. kroatističkom skupu. Imamo nekoliko suorganizatora. Ja bih sada naravno istaknula Katedru za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, odnosno Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Radi se o jednoj konferenciji koja ima jako dugu i lijepu tradiciju. Ove godine imamo dvije istaknute teme. Prva tema je djelatnost Ljudevita Gaja, a druga tema je djelatnost naše pjesnikinje Rože Vidaković. Znači, svake godine se trudimo ili uz neku obljetnicu vezati ili uz nekakav događaj vezati jednu sekciju, a ove godine je obljetnica 30. godišnjica osnutka Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Očekujemo 50 i nešto izlaganja. Izlagači nam dolaze iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, odnosno i iz Vojvodine. Jako mi je drago što je naša ponuda šarolika, isto tako stručna i da se može i između i nakon predavanja povesti jedan lijepi stručni dijalog u kojem se evo mogu povezati neki znanstvenici, neka istraživanja, odnosno dogovoriti neki novi projekti. Među izvrsnim predavačima je bio i Robert Skenderović iz Hrvatskog instituta za povijest, koji je izobrazio za temu svog istraživanja povijest podunavskih Hrvata, Hrvata u Ugarskom Podunavlju pred modernom doba. Kako je tema ovog skupa Ilirski pokret, mi zovemo to Hrvatski narodni preporod, ja sam izabrao temu uloga Franjevaca provincije Svetog Ivana Kapistranskog koji su djelovali na području Slavonije i Podunavlja, koja je bila njihova uloga u oblikovanju te ilirske ideje, to jest jesu li oni doista u velikoj mjeri prethodili idejama ilirskog pokreta. Tu sam se najviše usredotočio na djelovanje Matije Petra Katančića, čuvenog slavonskog Franjevca koji je eto djelovao i godinama u Budimu, čak kao u Budimu i Pešti kao profesor na Peštanskom sveučilištu. Dakle, analizirajući njegove radove, utvrdio sam i to ću ovdje pokazati, da su njegove ideje doista bile u velikoj mjeri se poklapale sa idejama ilirskog pokreta i da su pomogle u oblikovanju tog pokreta i da su sami Ilirci, dakle ovi pripadnici Ilirskog pokreta, da su uvažavali Matiju Petra Katančića i neke druge Franjevce iz provincije Svetog Ivana Kapistranskog koje su smatrali svojima pretičama. Po peti put je organiziran narodnosni gastronomski susret zahvaljujući suradnji lokalne samouprave i Gandhi gimnazije. Na otvorenoj pozornici Doma kulture nastupili su romski, njemački i hrvatski izvođači, a tradicionalna jela triju naroda pripremala su se u loncima. Svrha manifestacije je i ove godine bila upoznavanje i popularizacija narodnosne gastronomije i kulture.
Kultúrák találkozása gasztronómiával, zenével és tánccal mottóval rendeztek színes fesztivált Nagynyárádon. A rendezvényen a roma, a német és a horvát népcsoportok nem csak zenei kultúrájukat ismertették meg egymással, hanem hagyományos ételeiket is elkészítették. A Művelődési Ház szabadtéri színpadán horvát fellépők is megmutatták tudásukat. Én 6 éves koromban kezdtem el táncolni, 29 évig táncoltam aktívan, és most 18 éve, hogy tanítom ezeket a gyerekeket. Mohácsi Sokacok Olvasőkörének gyermek és ifjúsági táncsoport jött most el Nyáradra erre a gasztronómia és néptánc találkozóra. 2004-es tanévben kezdtünk el dolgozni, nyilván az akkori óvodások most már felnőttek, és most egy ilyen közép porosztályú csoporttal érkeztünk. Ma a Mohácsi Sokac táncokat fogunk táncolni, illetve Sopron környéki gradisei táncokat. Van, aki horvát Sokac származású, így van a családban saját ruhája, illetve a Sokac kör is pályázatokon keresztül tudott ruhákat beszerezni, és azt kapják meg ilyen esetre a gyermekek. Most így a járvány elmúltával elég gyakorta, hála Istennek a tavalyi tanévet is végig tudtuk dolgozni, próbákkal és fellépésekkel is, és most szeptember óta próbálunk, és minden felkérésnek próbálunk eleget tenni. 12 éve táncolok, és hát a közösség a legjobb dolog szerintem. Minden sajátom. Ez például a dédmamámé volt az ingem. A szoknya az most lett varrat, hanem olyan rég, nővéremnek. Azon kívül a kötényem az új. És hát a bütykösömet pedig szintén a dédmamám csinálta. A programunk, vagy otthon is használjuk a nyelvet, a kultúra, az étkezésünkben is. Régóta táncolok, és igazából a közösséget szeretem nagyon. Már régóta is, 3 éves korom óta. Én is így a közösséget, meg a táncot is. 3 éves korom óta táncolok körülbelül. Sokat nemzetiségű is vagyok, és annak is vallom magam, és őrizzük a hagyományokat, ahogyan csak tudjuk. Busójáráskor beöltözök, és a tánccsoporttal együtt megyek mindenhova. A Sokac bab egy finom bableves, újabban babgulyás, melynek az az igazi különlegessége, ahogyan készül. Szükség van hozzá egy megfelelő, belső ívvel rendelkező cserépedényre, mely jól bírja a magas hőmérsékletet. Megint Sokac bab, a hagyományos milyenki, káposztás bab és töltött káposztalész, most 3 menü van. Köröm, láb, farok, füstöl dolog, kis füstölt csont, meg szalonna, sonka. Amikor ide jöttünk, először süsszük egy pálinkát, utána megrakjuk a tüzet, főtesszük, és várunk 4 órát, még kész lesz. Én ezt úgy láttam mástól, a nagyszüleim kemencében csinálták, így szabadtűzön nem. 5. alkalommal rendezték meg a Nagynyárádi Nemzetiségi Gasztró Találkozót a helyi önkormányzat és a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. Együttműködésének köszönhetően. A rendezvény célja ezúttal is a nemzetiségi gasztronómia és kultúra megismertetése és népszerűsítése volt. Azt mondhatom, hogy a felvidéki magyarság, a helyi svábság és nagyon kis részben horvát lakta településről beszélünk. A roma kultúra az megmaradt valamennyire, de nagyon kevés roma származású és cigányság van Nagynyárádon, de viszont ez a program, ami ma is megvalósult, ez a Pécsi Gandhi Gimnáziumon keresztül tudott megvalósulni. Egy együttműködésünk van, mert a korábbi években a falumúzeumunkat úgy sikerült felújítani, hogy a Gandhi Gimnáziumon keresztül tudtunk felújítási támogatást szerezni, és ezáltal volt velük egy közös együttműködésünk 5 éven keresztül. Ez lejárt 2020-ban. És akkor abban állapodtunk meg, hogy annyira jó együttműködünk, és tényleg annyira támogatják ők az összes kultúrát, tehát ők nem csak a roma származásokat, épp úgy a németeket, és épp úgy a horvátokat, vagy épp úgy a magyarokat is támogatják, hogy megmaradt ez a jó viszony, ez az együttműködés, és azt mondom, hogy gyümölcsöző, látható a mai programon is, hogy hozták az ő kultúráikat, mi is beleltettük a kis németünket, fognak jönni Mohácsról a Sokac néptáncokkal, és az ételekben is vissza fog tükröződni, hogy van a romáknak a cigány kultúrás lecsójuk, a sávételek, a magyarok, a Sokacok, minden megtalálható. A rendezvényre az Újpetrai Német Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja is elfogadta a meghívást. Ők sváb táncokkal készültek.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu, odnosno njegovim pravnim prethodnicima od akademske godine 1948-49. postoji studij hrvatskoga, hrvatsko-srpskog jezika i književnosti. Od 1992. godine, nakon međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, na ovom Filozofskom fakultetu djeluje jedan od rijetkih samostalnih odsjeka za kroatistiku izvan Republike Hrvatske. Na katedri za hrvatski jezik i književnost, osim trogodišnjeg prvostupanjskog BA studija, slavistika hrvatski smjer, ima i dva drugostupanjska studija, pedagoški 5 semestara i znanstveni smjer 4 semestra. Pa ova katedra je zapravo vrlo stara. Možemo reći da na ovom fakultetu i pravnim prethodnicima ovoga fakulteta nastava hrvatskog jezika ili srpsko-hrvatskog jezika počela je još davne 1949. i 50. akademske godine i od onda neprekidno traje. Trenutno na katedri je zaposleno 4 sveučilišna nastavnika i jedan lektor koji dolazi iz Hrvatske. Imamo zapravo 3 vrste studija. To je preddiplomski studij, takozvani BA, kroatistike, pa onda imamo diplomski studij, dakle master kroatistike, i imamo integrirani nastavnički dvopredmetni studij. Većina tih naših studija može se studirati i redovno i izvanredno. Mi trenutno imamo i izvanredne studente i redovne studente, i na svim studijskim grupama imamo studente. Unatoč tomu što je broj studenata doista mali, ako sve skupa zbrojimo, onda je to negdje 12-13 studenata sve skupa. Studij je na hrvatskom jeziku i namijenjen je prije svega Hrvatima u Mađarskoj, ali imamo naravno i druge studente, ponekad imamo studente iz Hrvatske, imamo iz Srbije, ili naravno i one Mađare koji su zainteresirani za ovaj studij. Pored nastave, dakle, recimo ovako nastavničke djelatnosti, naravno na katedri se odvija i znanstveni i znanstveno-istraživački rad. Primjerice, katedra zajedno sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj redovito organizira međunarodne konferencije. Evo, upravo smo prije 10 dana imali dvodnevnu konferenciju sa 50 sudionika i na tim konferencijama naravno tematiziramo ili pokušavamo tematizirati ono što je za Hrvate u Mađarskoj zanimljivo. Naravno, djelatnici katedre i publiciraju svoje rezultate sa istraživačkih područja u različitim znanstvenim časopisima u Mađarskoj i u inozemstvu i pokušavamo te rezultate i popularizirati među Hrvatima ovdje u Mađarskoj. Od akademijske godine 2013. i 2014. imaju pravo i na pokretanje novog studija pedagoškog smjera u trajanju od 12 semestara. Svakako i drago mi je zbog toga, jer kao što čujete, jako je mali broj pedagoga, odnosno stalno opada taj broj. Znači, moramo naglasiti da naša katedra, ovako dosta specifična što se cijele Mađarske tiče, nudi studij za izobrazbu pedagoga, znači nastavnički je to smjer i kada to završavate, onda ćete se moći zaposliti u osnovnim i srednjim školama. Dakle, imate od 5. razreda pa do kraja 12. razreda diplomu koju možete raditi, možete predavati hrvatski jezik, književnost, odnosno čak i narodopis. Svakako, to je terenska nastava naša. Svake godine odlazimo u matičnu domovinu, pokušavamo to vezati ili uz neke obljetnice koje su onda aktualne ili ćemo iskoristiti sve one ugovore kojima je sveučilište vezano, znači tako smo već putovali dosta po Hrvatskoj i uvijek želim napomenuti i to kako je Erasmus plus mogućnost mobilnosti jedna od najboljih mogućnosti koje valja iskoristiti za vrijeme studija svakako. Nastava se izvodi isključivo na hrvatskom jeziku. Osim malobrojnih kolegija, kulturološka sadržaja na prvom stupnju i određenog broja kolegija s područja pedagogije,
Taj studij ponajviše biraju studenti, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj i u manjem broju pripadnici većinskog mađarskog naroda, samo oni koji znaju hrvatski, odnosno Hrvati iz pograničnih hrvatskih područja. Jer nakon mature sam upisao Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam studirao hrvatski jezik i književnost i ruski jezik i književnost, zapravo kroatistiku i rusistiku. I onda nakon toga sam se nešto u Hrvatskoj zaposlio u nekim srednjim školama i kad je profesorica Ana Leocki-Samardžić otišla u Osijek na ungarologiju, onda se ovdje otvorilo mjesto i evo, ja sam uskočio kao pomoć kolegama. Zapravo ja većinom držim sva predavanja koja se tiču hrvatskog standardnog jezika, dakle od fonetike i fonologije skroz do leksikologije, i imam tu i tamo ponekad književni kolegi uvod u teoriju književnosti. Ja volim to raditi, meni je lijepo raditi sa studentima, jedina mana je ta što zapravo, ili jedini problem što imamo malo studenta, inače to nije ni toliko loše, jer kad ih je malo onda se sa svima može puno ljepše raditi, može im se puno više čovjek posvetiti, i zapravo ja volim raditi s ljudima, tako da ja uživam u tome. Cilj izobrazbe je visoko poznavanje i praktična primjena hrvatske kulture, jezika i književnosti. Ovdje stečena BA diploma pruža mogućnosti zapošljavanja u kulturnim institucijama, industrijskim, trgovačkim i turističkim poduzećima i tvrtkama. Pa zapravo kod kuće pričamo hrvatski i maturirao sam to u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu i smatram važnim zapravo njegovanje hrvatskog jezika i kulture. Mislim da su vrlo dobri iz tog aspekta da se može otići na razne putovanja, na izlete, upoznati neke nove ljude i općenito hrvatsku kulturu, a imamo dosta toga prilike učiti o takim književnim dijelima, općenito takim stvarima koje možda nismo čuli u osnovnoj školi i gimnaziji i možda nam opširuju znanja općenito. Glas tambure i primamljivi mirisi pozivali su zainteresirane u Semej. Na prvi puta održanom Hrvatskom jesenskom festivalu posjetitelji Baranjskog naselja mogli su upoznati bogatu gastronomsku kulturu Hrvata u Mađarskoj. A kuzármislenyi tavaszi találkozó mintájára őszi horvát fesztivált rendeztek Szemelyben. A sátorba érve szépen megterített asztalok, különleges horvát ételek és italok, valamint népviseletek kavalkádja fogadta a vendégeket. A horvát lakosság nekünk nagyon fontos. Mi többen vagyunk horvát ajkúak a településen, de sajnos sokkal kevesebben, mint a múlt század elején. Akkor még 80%-ban horvát ajkúak lakták a települést, most már csak kicsivel több, mint 20%. Ez a kultúra egy olyan szép kultúra, amit úgy éreztük, hogy fontos, hogy tovább vigyünk, és ennek egy méltó helyet teremtsünk. A tavalyi év során ugye a horvát-magyar kultúra házát sikerült átadnunk, és az mostanára kibővült egy ilyen központtá, szinte mondhatjuk, térré, szabadtéri rendezvényhelyszínnél. És most ez az első olyan lehetőség, amikor élettel is meg tudjuk az épületet és az infrastruktúrát tölteni. Az őszi horvát fesztivál egyik fontos üzenete az volt, hogy a magyarországi horvátok legyenek büszkék nyelvi és kulturális örökségükre, és ezt bátran vállalják a népszámlálás során is. Valamilyen szinten itt is megmutatkozunk, és itt is tudjuk közvetíteni mindazt a kultúrát, mindazt a gondolatot, érzést, amit mi horvátok itt Magyarországon képviselünk és hordunk magunk előtt, magunkon. És szerintem az is nagyon, nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akik ma itt vannak, azok ezek a népszámlálási éveken, vagy éppenséggel online, hogyha kitöltik, akkor biztos vagyok benne, hogy vállalni fogják azt, hogy ők magyarországi horvátok. Az őszi horvát fesztiválon részt vett Szolga József is, a magyarországi horvátok parlamenti szószólója. A magyarországi horvátság kontinuitásban itt van a 7. századtól. Igaz, hogy voltak a török háborúk miatt migrációk, de az 1500-as évektől a elnéptelenedett településekre horvát területekről érkeztek emberek, akik megőrizték a tradíciót, a kultúrát, és mivel a nemzetiségi jogok azok a népesség számához kötődnek, ezért nagyon fontos a népszámlás időszakában, hogy azok, akiknek az elődei megalkották és hozzátettek ennek az országnak az építésére, vállalják saját identitásukat, származásukat, és arra a kérdésre, hogy
kinek vallja magát, természetesen a horvátnak, vannak vegyes házasságok, de azt zárja ki, hogy az első két kérdésre azt mondja, hogy horvát vagyok, vagy esetleg más nemzetiségű, hogy mi az anyanyelv, az természetesen mindenki tudja, hogy, hogy milyen nyelven szólalt meg először, és hogy milyen nyelvet beszél a közösségben. Én mindenkit kérek arra, hogy vállalja identitását, hisz identitás közösség nélkül nincsen jövő. Az első alkalommal megrendezett fesztivál programját a kulturális események mellett főzőverseny is színesítette. Az egyik bográsban pörköltet gyártunk, a másikban meg székelykáposztát csinálunk, mivel káposztások vagyunk, ezért káposztát is kell csinálni. Ebben evidens, hogy ilyen nyers sülök, meg lapocka van, abban meg van füstő dolgok, vannak sonka, zalonna, meg ilyen egyéb füstő dolgok, és egy kis pörkölttel vegyítjük, hogy legyen valami íze is a dolognak. Hát az elején szoktunk lenni. Noel barátommal, két hete? Három hete? Igen, kettő. Versenyben pont másodikak lettünk. Ő a legjobb kutya a világon, figyelj, becsületesen az elejétől a végéig dolgozik, még nem éget oda a kaja, úgyhogy meg vagyunk vele elégedve. Minden elismerés a Noelé. A Barcsi Podravina Horvát Hagyományőrző Egyesület csapata csülkös disznópörkölttel nevezett a főzőversenyre. Van, hát különleges, de nagyon nem különleges. Füstölcsülök van benne, lapocka, meg disznó is. De mi egy hagyományozó egyesület vagyunk a Dráva mentéről, nevezetesen. Hát Barcsról jöttünk, de a Dráva mentéről, Felsőszentmártonból, Tótújfaluból, Lakócsáról, Szentborbásról vagyunk össze, és ez a társaság. Hagyományozó egyesület, Podravina hagyományozó egyesület, aki horvát néptáncokkal szokott elő állni. Természetesen mindig ott vagyunk, ilyen horvát rendezvényeken mindig ott szoktunk lenni. Az őszi horvát fesztivál kulturális programjáról következő műsorunkban számolunk be. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet.